Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Itt van már a stúdióban velem dr. Fekete Gábor, önkormányzati képviselő. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Üdvözöllek, illetve üdvözlöm a Rádió Egy Gong hallgatóságát. Amiről pedig beszélgetni fogunk, az az, hogy hogyan halad a 441-es főút építése, mik a legfrissebb információk. Először is úgy gondolom, hogy jól halad az építkezés, az útnak az építése. Van a legfontosabb információ, hogy június 24-én a körforgalom lezárása került, ugyanis itt egy turbó körforgalom fog kiépülni, és hogy ezt a munkát meg tudják csinálni, nyilván le kell zárni a körforgalmat, de ami a lakosság számára fontos és megnyugtató, ugye ugyanúgy egy sáv befelé a Cegléd út felé, egy sáv pedig vissza a Nagykörös felé működik, biztosítva van, tehát a forgalom biztosított. És hát igen, a 441-es és 445-ös utak csomópontjában egy turbó körforgalom kerül kialakításra, és ugye elkezdődtek a munkálatok, és akkor az is fontos, hogy a 445-ös főútra nem is tudnak felhajtani. Igen, most nem lehet használni a 441-es. Se Nagy felől, se Kecskemét felől. Így van, nem lehet használni. Érdemes utána nézni a kerülő útvonalaknak. Viszont Kecskemét után megyünk Nagy Körös felé, de Katonatelepen átmegyünk. Hát ott is ugye jól haladnak a munkálatok, és itt az elmúlt időszakban közlekedési lámpákat szereltek fel, ahogy láttam és figyeltem. Hát igen, olyannyira jól haladnak, hogy végülis most az aszfaltozás folyik, és elvileg július közepére, tehát úgy nagyjából jövő hétre, pedig már el is kezdődik a műszaki átadás átvétel, tehát mind a építési és közlekedési minisztérium, illetve a közútkezelő be fogja járni a területet, és az engedélyezési eljárás elindul, ami reményeink szerint ez azt jelenti, hogy szeptember elejére a világítás az működni fog, tehát a lámpák működni fognak az úton, ami fontos, hogy ezen a nyáron még sajnos nem tud működni, mert ez az eljárás ez így ideig eltart, viszont a 2x2 sávon már járható lesz az út. Kerékpárúttal kapcsolatban jutott eszembe, hogy a 441-es munkálatai zajlanak, ugye Kecskemét és Katonatelep között eddig is volt kerékpárút, ez megmarad, átépült? Erről mit lehet tudni? A kerékpárút az megmarad, csak egy része az a másik oldalma fog menni, tehát abban az oldalban az iskola van, ott fog menni a kerékpárút, és ha jól emlékszem, a Napfény utcánál fog átmenni a másik oldalra, és ott viszont a régi úton megy tovább. És ahogy eljutunk akkor az iskolai utána tovább, Nagykörösig pedig szokásosan kerékpárral át lehet tekerni, vagy lehet tekerni. Így van. Dr. Fekete Gábor a vendégünk, önkormányzati képviselő, és hát arról beszélgetünk, hogy jól halad a 441-es főút építése Katonatelepnél. Több közlekedési lámpa került kihelyezésre, és ahogy említettük a zene előtt, akkor az iskola kezdés ezek működni is fognak. Több helyen, ugye itt ezen a szakaszon, vagy 6 helyen sikerült ilyen közlekedési lámpás kereszteződés kialakítani, illetve van, ahol gyalogátkelő hely is létesült? Igen, 6 helyen van, és illetve egy helyen pedig gyalogátkelő helyes közlekedési lámpa. Én gondolom a buszöblök kialakítása is lezajlott, illetve találhatunk majd ugye busz megállókat is ezen az új útszakaszon. Hát igen, a busz megállóknak a kiépítése az zajlik, és augusztusban pedig a buszvárokat is ki fogják helyezni. Tehát szeptemberre végül is egy kész utat fogunk látni, illetve engedélyezve is lesz, ugye itt a körforgalom, a turbó körforgalom a kérdés. A tervek szerint a turbó körforgalom is szeptemberre megnyílik, tehát hogy a lezárás megszűnik, viszont annak az engedélyezési eljárása még elhúzódik, illetve ott még lesznek kisebb munkálatok, de már a forgalmat nem fogja zavarni. És akkor Kecskemétről Nagykörös fele a 2x2 sávon tudunk majd autózni? Hát Kecskemétről Nagykörös fele, de ugye ez a Matthiasz János iskoláig van a 2x2 sáv. És igen, tényleg a körforgalmat hangsúlyozzuk, hogy akkor Nagykörösről, Katonatelepről, ahogy jövünk be, a 445-ösre nem tudunk felhajtani, de ugyanúgy Kecskemét irányából sem, de ez akkor augusztus 31-ig tart várhatóan. Így van. És akkor szeptember 1-től megnyílik majd újra a körforgalom, bár akkor is lesznek még munkálatok, ahogy a cikkben ezt olvashattuk, és a közleményt is olvashattuk. Igen, lesznek munkálatok, de ezek már a forgalmat nem fogják akadályozni. Én azt gondolom, hogy ez a 441-es út felújítása és megújítása, meg kiszélesítése, hát a katonatelepiek számára is egy nagyon jó hír, és nagyon régóta várták már. Hát igen, én egyébként, amikor a képviselőséget elkezdtem, akkor eleve, ugye ez egy központi téma volt, hogy ki az, aki melyik képviselő, vagy melyik pártsád lesz az, aki tényleg meg is csinálja a 441-es utat, illetve nekem sokszor mondták még, amikor ugye ez a projekt be volt adva, vagy a tervek készültek, engedélyezési eljárás ment,
közbeszerzési eljárás, de úgy egy kicsit egy ilyen hihetetlen dolognak tűnt, hogy ebből egyszer lesz valami, úgy kicsit úgy mindenki kételkedett benne, illetve így mondogatták is nekem a lakók, hogyha ha a 441-es tényleg felütjük, akkor biztos, hogy meg fogjuk nyerni a választást. Ezt ugye el is raktároztam magamnak, és szerencsére tényleg el is kezdődött, úgy mind csodák csodájára tényleg mindenki megelégedésére elindult az útnak az építése, és én szerintem elég jó ütemben haladnak, nyilván vannak gondok, meg vannak hibák, de alapvetően azért dolgoznak, csinálják, és azért mégis most már ott állunk, hogy ez mindjárt kész. És csak visszatérve, ez a körforgalom, ez a turbókörforgalom egyébként azért van szükség, mert ugye, hogy ne az legyen, hogy mire odaérünk a 445-höz, vagy a város kapujába, akkor megint bedúl az egész forgalom, és akkor így ugye ezek egy-egy kétsávos forgalom lesz, ami azt jelenti, hogy egy sáv megy a város felé, a belső, a külső sáv megy a város felé, illetve megy fel a 445-ösre, maga a 445-ösről egy sáv jön le, de az ketté felé ágazik, egy megy a körforgalomba, egy visszafelé a város felé, és maga a körforgalom és két sáv fog menni Katnahat elfelé, tehát hogy elvileg ez tényleg olyan lesz, hogy a közlekedés segíteni fogja. Itt van még a stúdióban velünk dr. Fekete Gábor, önkormányzati képviselő, és ha már beszélgetünk, akkor tényleg az elmúlt időszak fejlesztéseiről, történéseiről néhány mondatot, mert ha jól tudom, akkor például a Katonatelepen a hosszú nyelű utat stabilizálták az elmúlt időszakban, de épült járda is, beszélhetünk kerékpár útról is, ami az ön körzetéhez tartozik. Kérem, foglalja össze nekünk az elmúlt időszak történéseit. Hát igen, annyit szeretnék mondani, hogy amikor legutóbb itt együtt ültünk és beszélgettünk, akkor még szerintem akkor nagyjából akkor indultak a munkálatok. Még nem mertem biztosan mondani, hogy minden sikerülni fog, de most már biztosan mondhatom, és amiket terveztünk, vagy elképzeltünk, azok megvalósultak. Itt először kezdeném a Magnólia Kökörcsén utcával. Ez is egy nagyon fontos lépés volt Katonatelepen, hisz ez mögötti utcákból egy ilyen új családi házasövezet is épült ki, ami nagyon megnövelte a forgalmat, és arra számítottunk, hogy ezt a két utcát megcsináljuk úgy, hogy egy stabilizált utca lesz, illetve aszfalt borítás kap, illetve rendes vízvezető árkot, akkor sokkal jobbá teszi, a komfortosabbá teszi ott a közlekedés, mert nem lesz annyi árok, magyarul nem lesz annyi por, illetve egy normális közlekedés biztosít, és ez sikerült, és ez megvalósult, ez is egy nagyon nagy dolog számunkra. Utána beszéltek a Jegenyefa utcán a járdaépítésről. Ez is egy nagyon régi kívánság, ugye ez egy ilyen gyűjtő út, és itt ugye akkor van főleg jelentőség, amikor rossz idő van, tél van, fagyos az út, közben nincsen járda, a gyerekek, ha mennek iskolába, kimennek az út szélére, közepére, az autó is csúszkál, tehát elég veszélyes, de most már egy 500 méter hosszan kiépült a járda, tehát ebben a szakaszban végülis biztonsággal lehet közlekedni. Ez egyébként pont úgy azon az oldalon van, ahol a buszváró is van, tehát a buszvárót biztonsággal meg tudják közelíteni, és olyannyira megtetszett a gyereknek, hogy már láttam már nyilván ezen a járdán nem csak a buszvárhoz közlekedni, hanem rollerezni, gördeszkázni is rajta a gyereket, szóval igazán ez jól sikerült. A másik ilyen, úgy gondolom, hogy nagyszabású és fontos dolog a katonai reptéri lakótelep. Ott az ő kívánságuk, illetve a Szolnok egyben lakó kívánsága volt az, hogy egy bicikliút épüljön. Hát ez is egy elég olyan projektnek tűnt, ami először az ember nem is tudta, hogy álljon neki, de végül addig dolgoztunk rajta, hogy ebből a bicikliútból a Honvédség bejáratától számítva egészen a Sörházig egy 2 kilométer hosszú bicikliút megvalósult. Ez úgy gondolom egy nagyon nagy dolog, és uniós forrás nélkül önkormányzat forrásból, azért ezt is tegyük hozzá. És a végezetül, csak ezt hagytam végre, a hosszú nyelű utca, ami egy örök probléma forrása volt a körzetben, az pedig egy 880 méter szakaszon megkapott szintén egy ústabilizálást, egy martaszfaltos borítást, ami szinte csodaszámban megy ott, hiszen ott azért mindig kátyúk voltak, ugye az eső szétverte, és most azért egy olyan útunk van, ami ezt mindenképp bírni fogja, illetve ezen a területen ezt már korábban közvilágítás képült, járda képült, tehát ez a három együtt, hogy van közvilágítás, járda és egy martaszfalt borítás útunk, úgy gondolom, hogy nagy lépés volt ezen a területen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk és beszélgetettünk. Én is köszönöm szépen, hogy elhívtak.